Az utak karbantartásáért felelős helyi kommunalács kommunális szolgáltató közvállalat összeállította a cselekvési tervet a téli szolgálatra. A munkálatokat az idei évben is a horgosi tiszamenti vízművek munkatársai végzik. Jelenleg 120 tonna só, 38 tonna kődara és 25 köbméter homok áll a rendelkezésre, de amennyiben szükség lesz rá, akkor ezt a mennyiséget folyamatosan pótolni fogják. A hőmérséklet is a a hóvastagság függvényében egy akció alkalmával megközelítőleg 30 tonna só fogyasztunk el. A szórásra szánt anyagot főleg az első prioritású utakon használjuk, nagyobb forgalmú útszakaszokon, lejtőkön, emelkedőkön, illetve olyan forgalmas utcákon, és olyan útszakaszon, amelyek, amelyeken menetrendszerű utasztállítás is folyik.